Szia Jáksó és mindenki! Lenne egy nagy kérésünk hozzád, fogadtunk az osztálytársainkkal, hogy majd fel fogod olvasni a levelünket a heti hetesben. Mi azt mondtuk, hogy mivel ez a Jáksó olyan édes, aranyos, kedves, szeretetre méltó. Tovább. Na szóval, ha te is szeretsz minket, legyél már olyan jó, hogy ezt a rövidke levelet beolvasod a tévében. Annál is inkább, mert ha nem, akkor elveszítjük a fogadást, amelynek tétje számunkra nagyon borzasztó. Meg kell csókolni az osztályunk legrondább pasiát, aki még nálad is csúnyább. Úzus csinálsz, de nem vagy olyan csúnya. Na, azért Pista, nézd oda. Vedd le a szemüveget. Fennállásának 10. évfordulója alkalmából nyílt napot tartott a Requiem magántemetkezési vállalkozás a pécsi halott hamvasztóban. Figyelj! A hirdetésben feladott meghívóban olvasható, hogy minden érdeklődő tisztelettel elvárnak 10 és 16 óra között. Óránkéti vezetéssel a halott hamvasztó is megtekinthető. Kis busz indul az Interspar parkolóból minden egész órában. Esti séták a kripták világában. Töltsön egy hétvégét a koporsókban. Ön fölfekszik a ravatalra, mi biztosítjuk a virágot. Akar tanulja lenni, amikor elsiratjuk? Ássa el magát nálunk. Hozzá az anyósát, mi elhambasztjuk. Azért, hogy még egy kicsit. Hát úgyis annyi vidámság van most a világban, kell egy kis szomorúság, nem? Nézd meg, milyen volt már. Itt van egy lapomban jelent meg, az felolvasod? A Gesztely új harangodi krematórium május 26-án 14 óra között óránkénti vezetéssel nyílt napot tart. Haláli jól fog sikerülni, ezt csoportos látogatás előrejelzése esetén Miskolcon szállítást biztosítunk. Csak oda! Magolom, Na jó. Reklám következik, nyugodjanak békében.